És figyeljetek! A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársa éppen azt mutatta meg a szekszárdi gyakorló általános iskola első osztályos tanulóinak, milyen hatékonyan pusztítja el a szappanos kézmosása baktériumokat. Az ismeretterjesztő napon két teremben zajlottak a foglalkozások, amit a gyerekek nagyon élveztek. A diákok játékos formában tudhatták meg, hogyan kell viselkedni a fürdőkben a betegségek megelőzése érdekében. Arra, hogy ne rakjuk szemetet a vízbe, mert hogy ne intézzem előtt a dolgom, nem menjek ki a mostóra. A szakemberek azt mondják, nőgyógyászati problémákat, gombás megbetegedéseket, szem-, fül-, bőrgyulladást, bőrkiütést, szemölcsöt okozhatnak a medencében hemzsegő baktériumok, vírusok. Ezért kell betartani alapvető szabályokat, például azt, hogy a fürdőben nem megyünk piszkosan, vagy éppen nem használjuk mellékhelyiségnek a gyógyfürdőt. Alapszabály, amit nagyon sokan nem tudnak például, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, illik lezuhanyozni, és lehetőleg szappanosan. Nagyon közegészségi szempontból nagyon nem támogatjuk azt, ami egyre inkább gyakoribb, hogy például koedukált öltözőket hoznak létre a fürdőkben, ugyanis ez nehezíti azt, hogy mielőtt valaki fölveszi a fürdőruháját, szappanosan mosakodjon le. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sokan nem szeretik a lábmosót. A Népegészségügyi Központ 5 éve indította el ezt a programot az egész országban annak érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogyan kell helyesen viselkedni a közfürdőkben.